Szeretettel köszöntelek benneteket! Mai téka magazinunk a múlt heti folytatásaként egy tornacipőszentet fog nektek bemutatni, Rubocki Bélát, aki abba avatott be bennünket, hogy hogyan lehet Istennek a hivatását, az Isten által adott felkérést jó szívvel teljesíteni úgy, hogy az ember tulajdonképpen átírja a felnőttkori életének a forgatókönyvét. Hogyan lesz egy informatikai, számítástechnikai dolgokkal foglalkozó emberből ikonfestő, mit jelent az ikonfestés, és ezeknek a részleteit fogjuk most meghallani. Köszönöm, Béla, hogy eljöttél, és folytathatjuk az előző heti beszélgetésünket. Abba segíts nekünk, de tényleg kezdcsinálónak, vagy inkább csak az érdekesség kedvéért tájékoztatásban. Tehát, hogy ha fogsz egy fát, megvan a lelkület, mondjuk ott vagy a lelki gyakorlaton, az ikonfestő lelki gyakorlaton, akkor hányszor kell vele mit csinálni ahhoz, hogy abból kész ikon legyen? Szerencsésebb esetben erre az ikonfestő gyakorlatra már úgy érkezünk, hogy megvan a téma, hogy mit fogunk festeni, az jó, mert akkor egyszerre 4-5-10, attól függ, milyen társaság gyűlt össze imádságos hangulatban, akkor ilyet festünk. Ha nincs alapozva, és mi készítjük az alapozást, akkor ez egy olyan egyhetes munkafolyamat, mert erre a fatáblára, ahhoz, hogy egy kréta, tehát egy fal-szerű felületet hozzunk, ahhoz rá kell ennyivel feszítenünk egy vásznat, és erre a vászonra több réteg, többnyire 5-8, néha 10 réteg krétát szoktunk szintén ennyivel rá hordani, amit minden száradás után visszacsiszolunk. Hogy egy ilyen gyönyörű, tükörsima felület legyen, hófehér, amire már az ember el tudja az ikont készíteni. Ez a 8-10 réteg, ez nagyjából egy hét, két hét legalább. Optimális esetben, ha jó minden, jól jó alakul, száradás, akkor egy 8-10 nap. Tudod festeni. Igen. Úgyhogy időigényes. Én ezért szoktam többször fölvenni kapcsolatot jó asztalosokkal, akiknél megrendelem a táblát, és akkor azt már általában az ikonfestők maguknak szeretik alapozni, mert akkor tisztában vele, hogy milyen alapozás. Egyszer érdekes kérdést szegezett nekem a érsekatyánk, Fülöp atya. Egy filmet vetített egy filmklub körében, a Rubjov Tarkovszkijnak a filmjét, és akkor én akkor már megfogant bennem az ötlet, hogy ezt a ikont egyszer lefestem. Ez 2010-ben volt, de úgy, hogy még nem volt semmi előképzettségem, tapasztalatom. És akkor, amikor ezt az ikont elkezdtem festeni, történetesen egy másik filmklubbal, egy fél évvel később találkoztam az atyával, és meglátta a fázisfotókat, és azt mondta, hogy jól meg van alapozva. És ebbe a kérdésbe nem csak az volt, hogy technikailag jól megvan-e a kréta, hanem hogy vajon én ott vagyok-e már, hogy egy Szent Háromság ikonnal egyáltalán hozzámerészkedjek. Nyilván itt ez egy olyan folyamat része volt, hogy én ekkor történt nekem ez a pálfordulás valószínűleg, akkor jelentkeztem a Nyíregyházi Főiskolára rajzszakra, hogy a múltamban elvaratlan képzőművészeti szál az elinduljon, tehát lett egy ilyen képzőművész diplomám, ahova a Szent Atanáz pap növendékeinek a részére lett fölajánlva, vagyis hát az lett a helye, egy ilyen ikont festettem, a trónoló Krisztus ikon, vagy Krisztus a trónon, tehát ez egy ikon másolat lett, ami eredeti méretben az én általam előnyben részesített tradicionális technikával, tojással festve, és ez jelenleg is a szemináriumban van, központi helyen, amit szerintem nap mint nap jelen van az egyház életében. Tehát úgymond befogadta az egyház. Befogadta, megérett rá. Próbálkozásomat, diplomunkámat. Szóval most érettetek meg igazából egymásra, hogy akkor a szeminárium elfogadta a festményt, az ikont, te pedig el tudtad úgy készíteni azzal a lelkiséggel, hogy azt érezted, hogy ez most már valóda. Nagyon sokszor mesélsz erről a tojás technikáról, meg hogy ez egy tradicionális technika. Hogy kell elképzelni? Összetöröm a tojáshéjat, színezem, porrá. Hogy kell ezt elképzelni igazán? Na most a lényege az, hogy ez a festék,
szeretnénk, ha legjobban kötődne az alaphoz, amihez majd, amire felhordjuk, felvisszük a ecsettel. Tehát itt a tojás, az a kötőanyag. És mégpedig csak a tojásnak a sárgája. Tehát a technikailag én úgy készítem már régóta ezt a tojás emulziót, így nevezi a szakma, hogy egy tojás sárgáját, ha elválasztunk a fehérjétől, tehát addig ott a csap alatt, addig főzünk, igen, elválasztjuk, nem is kell ragozni, igen. Hogy ne legyen közben a fehérje. Na most egy ilyen tojás sárgáját fölöntünk. A szakma borecetet használ, de hát ez egy olyan abszurd, hogy borecet nem, én mi sem bort szoktam kérni mindig hozzá. Nagyon más azért az állaga, a savassága, igen, az alkotói. Van misebor között is rengeteg különbség. Gondolom, akkor valami szárazra. Olyan misebor kell már, amit már egy kicsit savanykásnak érez a megecetesedent misebor? Igen, amit már azért nem szívesen használunk olyan célra, de mégis misebor. Nekem kell az, hogy az az egyházból valahogy, nem én szeretnék borecetet használni, de ez a tudat, hogy ez egy misebor. Aha. Hogy annak készült, vagy valamikor annak is használhatták. És akkor ez a kettő anyag összekeverve egy pici levendula olajjal. Nagyon jó eszencia, tehát eleve a levendula olaj az egy erős illóolaj. Tehát én illatosításra használok meg. Hát akkor képzeljük el, hogy összekutyuljuk ezt a tojássárgáját a finom miseborral, ugye az alkoholt azért az ember megízleli benne, és a levendula pedig egy nagyon jó illatot ad neki. Tehát egy ilyen emulzió tökéletes erre a célra, hogy ezeket a pigmenteket, amiket még hozzá fogok keverni, mikor festem, ezeket jól fölhordja a táblára. A levendula az csak az illat miatt? Picit az olajság is kell, mert ugye a tojás sárgája is eleve egy olajos elegy oldat, ami segíti kötni a festéket, tehát a porokat össze. Mikor ez szárad, akkor ez gyakorlatilag egy nagyon stabil bevonatot képez a felületen, tehát hogy nem pereg le könnyedén. És miért a tojás sárgáját? Mert a tojás fehérje sokkal színtelenebb, színezhetőbb, szintén ragacsos. Miért pont a sárgája sűrűbb, a fehérjével meg jobb, meg könnyebb dolgozni? Érdekes, lehetne ezzel is, tehát a fehérjével is lehet, de az mégsem úgy viselkedik, ha kémiailag vizsgáljuk, ugye. Itt most nyithatnánk egy külön irányt, hogy a kémiai kutatások, ugye én 5 éves restaurátor hallgató vagyok, iparművész restaurátor hallgató, tehát ha szakmaisággal nézzük, akkor valószínűleg a kötés képessége sokkal jobb a tojás sárgájának. A romlandóság is egy kicsit olyan érdekes, mert ha belekeveredik a fehérje, akkor ez az oldat ez nem fogott kibírni nekünk néhány napot. Nekem van úgy, hogy hűtő nélkül is még egy hét múlva is használható, bár ezt nem szeretik a festők, hogy nem rakjuk hűtőbe, de ha egy olyan műhelyben festek, ahol eleve nincs 20 fok fölött a hőmérséklet, ott nem romlik meg ez a tojás. És a tojás sárgájának a színe, a szín intenzitása, az nem befolyásolja a pigmentet, amit belekeversz? Érdekes, hogy nem. Tehát, hogy eleve már az úgy is, úgy keverjük a színeket a festéshez, hogy a megfelelő színtónust már azzal keverjük. Tehát eleve benne van az a tojás sárgája. És akkor ez a tojás sárgája, és én azt hittem egyébként a tojás héj van porítva, aha, és valami hát, emulzióval igen, együtt aha, színezve, de nem, tehát nem, akkor most megtudtuk, igen, hogy a tojás sárgája itt a kincs. Tehát, hogy sokszor mondod, hogy a tradicionális technikát követed, ez az? Hát például a táblaképfestészetnek az alapja is ez volt, tehát amíg nem volt olajfestészet a történelemben, addig nem tudtak más kötőanyagot, tehát eleve ez egy több ezer éves hagyományra nyúlik vissza, és már bizonyított úgymond a felületen, hogy ez igazán jó. Tehát. Ha több ezer éves a hagyomány, több ezer évvel ezelőtt a tojást szét tudták választani, igen, rendben, bort, ecetet, megecetesedett bort használtak, rendben. Levendulaolajat is. Pigmentet honnan vettek? A természetből, tehát akkor még nem nagyon voltak művészellátó szaküzletek. Igen. Így porították. Tehát
a restaurálási művészetben is, a kutatásoknál sokszor egy kor meghatározó, hogy egy pigment mikortól van, vagy egyáltalán, ha találnak egy festményben, mondjuk egy hagyd ne nevezzek most konkrétan, de egy azúri pigmentet, akkor meg tudják mondani, hogy ez milyen régi. Tehát sokszor az információ szinte csak mikroszkópok alatt derül ki, hogy milyen kincsel állunk szembe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bogyót, növényt, állatkát, valamiket összeszednek, szárítják, porítják, és akkor ezt hívjuk pigmentnek? Akár, így van. Tehát a pigment az tulajdonképpen felőrölt ásványi anyagok, vagy természetből vett kincsek. Például nagyon jól tud színezni egy diónak a levele, külön a dióhéj. Használják is egyébként, színezésre. Én most kísérletezek hajszínezővel, zöld dió héjából, ugye azt betesszük vízbe, vagy alkoholba, bármibe, barna lesz igazából, ha diót is szoktam zöld dió lekvárt eltenni, és amikor egy hétig barna a kezem, és mindig exkuzálom magam, hogy diót pucoltam, és mondják, hogy nyár közepén mondom, hogy de ez zöld dió, de mihez? Lekvárhoz? Csak olyan, nincs több kérdés. Igen, te csodálatos színező hatása van. Természetben ott vannak a színek, onnan kell venni. Most a szintetikus festékekről nem is nagyon tudunk. Tehát az akril festék, nem tudjuk, hogy fog viselkedni 100 év múlva. Még nincsen 50 éves múltja. És azért látjuk is, hogy a műanyagok hogy színeződnek. Simán egy üvegkiegészítés egy műanyaggal 10 év múlva besárgul. Tehát azért sokszor a természethez vissza kell menni. Tehát a ikonfestészetnél én ezért ragaszkodom a tojás temperával történő festéshez. Mint hagyományos festési módszer. Milyen festési módszer van még, hiszen az ikonfestészet eleve egy rendkívül tradicionális dolog. Ahogy elmondtad, az akrilt igazából nem is érdemes számításba venni, hiszen időtálló képzőművészeti alkotások ezek, és az akrilnak még nincsen ilyen bizonyítottsága. Milyen egyéb iskolák léteznek? Hát ugye olajfestészet is betört ugye ebbe a ikonfestészet világába, ha csak a gyönyörű, csodálatos olajképeken keresztül is gondoljuk. Nyilván egy olyan művész, aki már gyönyörűen kibontakozott az olaj eszközével, vagy a használatával, ugyanúgy fog ikon, sőt, nekem annak idején a diplománál nekem szegezték a kérdést, hogy de miért akarok én hagyományos módszerrel, miért nem akarok egy modern ikonfestészetet? Lehet, hogy sokkal hamarabb tör be az ember a köztudatba, hogyha a saját stílusában próbál ábrázolni. Megpróbál eltérni ezektől a kötöttségektől, amiket a egyházi szabályok, az ikonfestészet kötött formáit átlépi és kibontakozik, de akkor tulajdonképpen el kell dönteni, hogy az ember most szeretne egy követendő újat alkotni, vagy egy régit szeretne követni, ami már adott. Uh-huh. Tehát itt azért az valahol belül lehet eldönteni. Nyilván, amikor festünk, követjük az alapképet, amit festünk, de mégis valahol mindenki belefesti. Azt szokták mondani, hogy egy Krisztus ábrázolásban is egy picit belefesti magát a festő. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindig elő fog benne fordulni az én fizimiskám, hanem azt a gondolatot, azt, ami akkor érdekelte, vagy az érzés, az valahol elengedhetetlenül benne van. Tehát nincs három egyforma tekintetű ikon, hogyha egy ilyen lelki gyakorlaton együtt festünk. Pedig egy vezetőnk van olyankor. Három téma volt eddig, ami szóba került. Ikonfestészet, volt a Pray and Run, meg nagyon röviden beszéltél az egyébként civil munkádról. De láthatóan erről beszélsz a lehető legnagyobb átéléssel, és már említetted az előző adásban azt, hogy a gyermekkorodban eljártál minisztrálni magadtól, mert így érezted jól magad, ha így tudod kezdeni a napot, és a lelked így tudott megnyugodni. Az érdekelne, hogy mi volt az a váltás, amikor az üzleti életből
felnőtt fejjel úgy döntöttél, hogy akkor te szeretnél az iparművészeti főiskolára beiratkozni, és ott tanulmányokat folytatni, és ugye most már a diplomamunkád, amiről beszéltünk, az van ott a szemináriumban, tehát most már végzős vagy. Nem kis kitartást igényel, család, gyerekek, munka mellett, ezt hogy és miért? Hát a lendületet adja mindig az a feladat, amit éppen aznap elém keveredik. Ha ez egy betervezett napi rendszerint mondjuk egy iskolai feladat, akkor azon a héten csak az iskolával foglalkozom, és csak arra a munkára koncentrálok. Tehát az erőt azt nem tudom még mi adja. Néha később futnak össze ezek a szálak, tehát később tudok értelmezni dolgokat. Tehát amikor fölkértek, hogy a napkoron a római katolikus templom üvegablakait tudnám-e átfesteni, akkor még én nem tudtam az üvegről, hogy egyáltalán mit kell vele csinálni, vagy hogyan kell. Tehát én akkor a feleségem indítatására és a vezetésével akkor kezdtem el például az ólomüveges mesterséget elindulni ezen a pályán, mert elvállaltam úgy, hogy még nem csináltam ilyet. Tehát én az üveges irányt egyértelműen ennek a felkérésnek köszönhetem. Tehát, hogy akkor a Lázár István atya, a plébánosunk megkérdezte, hogy hát ha már ilyen lemezézust festek meg, már vászonképpen is látott Mária ábrázolásomat, akkor lehet, hogy az ablakokhoz is értenék. És hát úgy felkért, hogy fessem át. Aztán kiderült, hogy hát azt nem lehet átfesteni, újakat kell csinálnom. Tehát effektíve az árpádházi szentekről gondolatban valahol fel kellett zárkóznom a technikai tudásommal, mert a felhívás az meglett. Tehát az azzal, hogy én lefotóztam a régi ablakokat, és úgy végig gondoltam, hogy én ide tudnék ablakokat csinálni. Hát akkor már csak el kellett indulni ezen az úton, hogy iskolába jelentkezni. Az volt a nyíregyházi főiskola, tehát az is közel, hogy egy festészet diplomával rendelkezzen az ember, de kimondottan az, hogy én az üveges mesterséget egy ilyen szintre próbáljam vinni, aminek most vagyok a 5. évén, tehát a iparművész restaurátor, ezt ennek köszönhetem, ennek a felkérésnek. Tehát én nem magamtól nem biztos, hogy elkezdtem volna mondjuk egy ilyen restaurátori pályát 40x éves fejjel. Említetted, hogy igazából a feleséged volt, aki az első lendületet úgy megadta, akkor igazából talán indokolatlan is feltenni azt a kérdést, hogy mit szól ehhez a család, hiszen gondolom, hogy akkor elfogad és bíztat téged ebben az irányban. Igen, elfogad és bíztat, ez valóban így van, és segítenek. Tehát ki mit tud, ha tegyük fel, egy ablak beépítéssel szembesültünk, hogy a helyére kell rakni az ablakot, mert már elkészítettem egyet, akkor ott volt a család apraja nagyja. Tehát az állványozáson keresztül az ablak végső behelyezéséig jelen volt a családom. A feleségem azért többet, mert ő például szakkönyveket fordított nekem, amiket angol nyelvből, hogy én meg tudjam tanulni, mert ugye lehet autodidakta módon is sok mindent tanulni, de igazából ezek a szálak, ahogy így összefutottak, ez nem emberi léptékekben mérhető, és hát úgy gondolom, hogy az ember szereti rábízni magát a Istenre, a gondviselésre, és hát én rábíztam. Aztán, hogy közben iskolába kell, hát ezt bevállaljuk. Tehát, hogy az megy a hétköznapok. Tehát munka a család mellett tempójába. Az iskola, igen. Az megoldható, megszervezhető. Igen. Hát ajánljuk ezt mindazok figyelmébe, akik gondolkoznak azon, hogy valamilyen tanulmányba fogjanak-e, vagy tanuljanak ezt szakmát, akkor véle lehet az élő példa arra, hogy milyen sikereket tud ez hozni, illetve hogyha kitartunk, és az Úrra hagyatkozunk, akkor ő úgy is vezet minket. Nagyon tetszik nekem az a mondás, hogy vezeti az Isten az akarót, a nem akarót vonszolja. Hogyha eldöntjük, hogy megyünk abba az irányba, amit ő nekünk szán, akkor úgyis a legjobban alakul a dolgunk és a sorsunk. Végzős vagy, befejezed az iskolát, hogyan tovább? Mi lesz a civil munkával, mi lesz az ikonfestészettel? Hát az a helyzet, hogy ezt is ilyen nehéz dolgokat az ember nehezen lehet
eldönteni, hogy én ezt és ezt szeretném csinálni, és most már ez az utam. Ha egy ajtót be kell, hogy zárjon, akkor azt úgyis a Jóisten zárja be mögöttem, vagyis hogyha előttem kinyit egyet, azt is szintén. Az, hogy én érzem azt, hogy azon az úton el kell indulni, az meg már a belső emberi döntés. Tehát ez valahogy így is van, hogy az ember előtt vannak utak, és hogy az, hogy melyiken indul el, melyiket választja, az talán a legfontosabb, hogy azt a döntést jól meghozni. Az életedet végig kísérte ez az isteni ráhagyatkozás, vagy ez valami fordulatnak volt a következménye? Említetted gyerekkorodból a minisztráns élményt. Igen. Ez megmaradt végig, vagy volt valami, ami egy nagyot változtatott a szemléleteden? Hát úgy gondolom, hogy így visszatekintve mindig jelen van. Tehát, hogy egyértelműen, igen. Melyik az igen? Hogy végig jelen volt? Igen, igen. Azt hadd kérdezem, hogy a család, amiből jössz, ugye áttételeken keresztül a nevedet én már hallottam, de nem ismertelek én ilyen részletességben. A család vallásos, vagy ezt te magadnak alakítottad ki ezt a lelkiséget? Igen, vallásos a család, tehát a nagyszülők, szülők vonalát így végigkövetve, azért egy olyan szabolcsi településen az alap, hogy az emberek vallásosan élik az életüket. Tehát a nagymamám azért a Bibliába írogatta a unokák, meg a dédunokáknak a nevét, tehát ez alap. Azt a település, amiről beszélünk, mert többször elhangzott egyébként, ugye Napkor. Igen. Ahol édesapádék is élnek, illetve te is gyakran megfordulsz, és a Csenákul alapítványnak is, igen, ugye a székhelye, és majd a Heat Fesztiválnak lesz az egyik központja. Nagyon sok dolgot mondtál, ami azt hiszem, hogy inspirálóan hathat mindannyiunkra. Számomra a beszélgetésből az egyik legnagyobb tanúság tényleg az, hogy hagyjuk, hogy az Úr vezessen minket, és hogyha a szívünkbe ad egy feladatot, akkor nem kell, hogy azon gondolkodjunk, hogy vajon ezt mi kaptuk-e, és azért, mert nekünk van elég talentunk erre, hanem egyszerűen csak el kell fogadnunk, hogy az Úr kijelölt minket arra, hogy festőjévé váljunk az ő álmának, vagy ecsetjei legyünk, vagy kertészei, vagy bármilyen segítői az ő álma megvalósulásának, és ha ebbe bízunk, akkor minket vezetni fognak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az interjút, és nagyon sok áldást kívánok a munkádra. Én köszönöm. És nagyon bízom benne, hogy akár Szabolcsban, akár Budapesten, akár az ország egyéb pontján minél több helyen fogunk majd találkozni a te ikonjaiddal, illetve a te gyönyörű szép berakásos üvegablakaiddal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Isten áldjon. Köszönöm szépen. Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok.